Jól kezdték a meccset a vendégek, gyorsan 3 gólos előnybe került a Kisvárda. A félidő közepén utolérte ellenfelét a házigazda, sőt a vezetést is átvette a Debrecen, amely 2 gólos előnnyel vonulhatott a szünetre. A második félidő derekáig vezettek a hazaiak, a Hajnának azonban már 24-24-es állásnál vágtak neki a felek. Az utolsó percekben mindkét gárda megtett mindent a győzelem kisikarásáért, azonban a gólokra rendre érkezett a válasz, így 27-27-es döntetlennel zárult a találkozó, amelyen a Kisvárda megőrizte szezonbeli veretlenségét. Today was a very, very hard match, I think, for both teams. A mai mérkőzésen mind a két csapat nagyon jól harcolt. Ez a mérkőzés ajándék volt a szurkolók számára. A védekezésünkkel egyáltalán nem vagyok megelégedve. Azt gondolom, hogy ennél sokkal jobban is tudunk játszani. A támadásaink rendben voltak, viszont ez a kettősség azt eredményezte, hogy nem tudunk győztesen hazatérni. Ez volt a második alkalom, amikor a Kisvárda edzőjeként látogattam Debrecenbe, és ez volt a második döntetlen a házigazdákkal szemben. Remélem, legközelebb győzni tudunk majd. A hazaiak norvég edzője a mérkőzés összképét tekintve elégedett volt a csapat által megszerzett 1 ponttal. I think we met also a strong team. They are good. Az ellenfél edzője azt mondta, hogy nem volt elégedett a védekezésükkel. Én azonban úgy gondolom, hogy az ő védekezésük rendben volt, főleg a második félidőben állították nagy kihívás elé csapatunkat. Annak örülök, hogy ennek a kihívásnak meg tudtunk felelni a támadójátékunkkal, és sikerült a legjobb megoldásokat megtalálni. Összességében elégedett lehetek, mert kiharcoltuk a döntetlent, és szereztünk 1 pontot. A forduló további eredményei a következők: Moson-Magyaróvár MTK Budapest 29-31, Budaörs Ferencváros 26-38, Siófok Érd 34-22, Vác Békés Csaba 43-21, Dunaújváros Győr 24-28 és Albafehérvár Eger 32-15. A tabella élén a 12 pontos Ferencvárosnál megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 10 pontos Győrt. A 3 másik csapathoz hasonlóan 6 pontos Kisvárda az 5. helyen várja a következő fordulót, amelyben október 6-án a Dunaújvárost fogadja.